egy természetvédelem szempontjából miért tartja fontosnak a fakivágását? Hát tulajdonképpen azért, mert ahhoz, hogy meg tudjunk újulni, ahhoz tulajdonképpen újítani kell. Ahogy az emberi élet is véges, ugye a fák élete is véges, de most ebben a pillanatban itt glirics fák kerülnek majd kivágásra a Magyar László téren, ugyanis ez is védett terület itt a lakóvezeti részben, a Magyar László tér, illetve a Bartók Béla és a Petőfi Sándor utcák, ahol a kocsányos tölgyek találhatók. Itt tulajdonképpen fák meccése történt, amik folyamatosan végzünk nem csak itt, hanem a Palicsin Park területén is. Itt pedig a glédicsfákról tudni kell azt, hogy ők nagyon intenzíven, nagyon gyorsan szaporodnak, és ha azt vesszük tekintetbe, hogy itt játszótér, illetve sportpályák vannak a közelben, ahol gyerekek, fiatalok vannak, nagyon-nagyon veszélyes is lehet, tehát akár sérüléseket is tud okozni ugye ez a fa, mert nem csak, hogy tüskéi vannak, hanem csoportosan nőlő tüskékkel van ellátva, és hát már az itt lakók is sokszor kérték a közvállalat munkatársait, hogy mikor kerülnek ezek a fák kivágásra. Nem egy labda láttak árát ezeknek a fáknak, de ugye a labda az még pótolható. Kevésbé, nagyobb probléma az, amikor az emberekben okoz valamiféle sérülést. Ezeket a fákat most ki fogjuk venni, és természetesen újakat, díszfákat és olyan fajokat fogunk ide ültetni, ami ezt a teret is egy parkká fogja minősíteni, és jobban fog egy parkra hasonlítani. Úgyhogy a park területén folyamatosan folytatjuk a jövő héttől ismét a fák meccését, ahol még azt nem ejtettük meg, illetve a park területén egy másik fát sem tervezünk most kivenni, illetve ezentúl minden egyes fakivétel előtt a média, a sajtó munkatársait értesíteni fogjuk, mert az embereket nagyon érzékenyen érinti a fák kivétele, és sokszor az a probléma, hogy a lombkoronánál indul el a korhadás, és úgy tűnhet, hogy amikor a fatörzshöz érünk, az úgy tűnik, mintha egy épp fa lett volna, de sajnos ezek nem épp fákról van szó. Minden egyes esetben a Tartományi Természetvédelmi Intézet jóváhagyását kérjük, illetve 2015-ben egy tanulmány is készült arról, hogy a Palicsi Parkban milyen állapotban vannak a fák, és sajnos, mivel nagyon sokáig nem lett tervszerűen rendezve a park, ezért nagyon sok előregedett fánk van. Igyekezni fogunk a parkosítással, ahol csak lehetőségünk van rá, és reméljük, hogy egyszer majd ahhoz a szinthez fogunk elérni, hogy a lakosok nem csak a fák kivételét fogják nyomon követni, hanem a fásítást is, mert ugyan a kisfáknak több idő kell, mire nagy fák lesznek, de ha nézzük a régi képeslapokat 100-150 évvel ezelőttről, akkor láthatjuk, hogy a park területén is pici fák voltak. Sajnos ezeket a fákat idővel le kell majd cserélni, de nekünk is az a célunk, hogy ez ne egy ütembe történjen, hanem hosszabb időszakon keresztül fokozatosan. Nagyon szépen köszönjük!